Biztosan sokan hallottak már az őszi létszindrómáról, amikor az ember napokon keresztül fáradtnak, levertnek érzi magát, és semmihez sincs kedve. Hát ez az, aminek mi éppen az ellenkezőjét érezzük. Töretlen lelkesedéssel folytatjuk a Petőfi TV zenei láncreakcióját. Üdvözlök mindenkit, ez az Adom a dalod. És ami a kellő lendületet biztosítja nekünk, az többek között múlt heti előadónk Petruska András, aki a Kacaj Holdvilág című számát dolgozta át. Most ezt idézzük fel. Megyek az úton lefelé, senki sem mondja, gyere bé. Ha valaki azt mondaná, a jó Isten megáldaná. Megáldaná. Csak még egyszer utoljára legyünk egymásig. Engem az se érdekel, az Úristen is végig nézi. Aztán fogd itt a szíved, ne is lássam vigyed. Add egy vézna kutyának, sőt, neki se kéne, csak dobd a fenébe, hátarát a lelnak. Ilyen pillanatokért érdemes követni ezt a műsort. Andris a kacajos srácokat és engem is kilóra megvett. Szóval fel van adva a lecke a mai előadónknak, aki szintén egy férfi énekes, és aki ugyancsak sokszor szerepelt a Dal című műsorban, de Petruska Andrással mindig elkerülték egymást, úgyhogy most összejön a nagy találkozás közte és Vastag Tamás között. Ebből tehát kiderülhetett, hogy ő lesz a mai alanyunk, jöjjenek most róla a legfontosabb információk. Vastag Tamás fonogramdíjas énekes és színész Veszprémben nőtt fel. Emlékezz rá, emlékezz rá. 2010-ben egy énekes tehetségkutatóban tűnt fel először testvérével Vastag Csabával közösen, melynek köszönhetően országos ismertségre tett szert. Holnaptól más lesz már. 2013-ban bekerült a Dal elődöntőjébe, majd 2014-ben és 2018-ban is szerepelt a Dal választó műsorában. Nem tudom, mire vágyom, csak figyelem a szád. Az énekes színész 5 évvel ezelőtt Szenes Iván művészeti díjat kapott a Szenes Lágerek hithű előadásáért. Szólj, ha valaki bánt, ha valami fáj. Színészként a Győri Nemzeti Színház, a Békés Csabai Jókai Színház és a Soproni Petőfi Színház oszlopos tagja volt az elmúlt 13 évben. Íjászat közben figyelhetjük meg. A Kamara Erdei Robin Hoodot. Szia Tomi, fantasztikus. Szerintem. Nem láttalak még ilyen szerepben. Hát mutasd meg, hogy hogy lősz, ilyen gyönyörű effekszíjjal a kezedben. Már félelmetes. Felszereltem neked egy kis jelzőt, hogy majd tud, hogy honnan indítod a vesszőt. Jó, ezt nekem is ki kell majd próbálnom. Hát ez nagyszerű. Arra gondoltam, hogy igen, te is kipróbálsz. Köszönöm szépen, hogy ilyen jó dolgokkal vársz engem. Az idegen van egy jelzőnk, hogy hova tesszük be. És hát tulajdonképpen teljesen merőlegesen állunk a célra. Én fentről szoktam indítani, egy nagy levegővétellel is egészen a... Nem is gondoltam volna, hogy ilyen íjászati leckéket kapok tőled így egyből. Mióta foglalkozol amúgy az íjászattal? Tényleg soha nem is hallottam, hogy te ebben eled az örömödet. Koronavírus járvány miatt mindenkinek 5-tel több ideje lett, mint amennyit szeretett volna szerintem. És akkor döntöttem azt, hogy ha már ilyen szép erdőnek a környezetében lakom, akkor egyébként nyilván ezt lehetne kamatoztatni is. Ez egy rendkívül jó meditáció. Egy kicsit motorikusan mindig ugyanoda húzzuk az íveszőt, ugyanaz a mozdulat lényeg beépítve, mint egy motorizált dolog, és akkor addig az ember nem figyel a hétköznapok problémáira. Na lássuk! Felmeld az íjat, rátartod a célra, már megnézed azt, hogy mit akarsz lőni, igen, és amikor kihúzod, akkor nem sokáig egészen magad elé húz. Aha, magad elé, egészen a szád elé, és engedheted. Állj, pont a másik végében. Igen. Most valahogy meg kell találni az arany középutat. Igen, igazából úgy szoktuk gyakorolni, ha megfogod, hogy akkor jó az íj, meg a fogása. Hát csak tartanom kell, igazából nem fognom. Ha igazából nem kell fognod, és úgy is ki tudod. Igen, igen. Ez a kihúzás már lassú volt. Igen. Látom, hogy te ebben nagyon elmerültél az évek alatt. Ugyanúgy, ahogy azért akár az előadó művészetben is. Viszont, ugye, ha jól tudom, akkor te most azért sok-sok év után úgy döntöttél, hogy a színpadot, a színházi színpadot ott hagyod. Igen. Érlelődött bennem már a gondolat igazából sok éve, és gyakorlatilag, amikor a koronavírus járvány alatt
bejárogattunk, de úgy nem is volt, amikor, hogyha valaki nyilván beteg volt, akkor nem mentünk bele, meg nem csináltuk meg a próbákat. És amikor visszajöttünk az egészbe, akkor úgy éreztem, hogy igazából ez nekem már nem annyira nagyon kell az életembe. Nagyon-nagyon sok időt elvisz, és az összes kollégától, amit igazából hallottam, vagy amit megbántak az életükbe, az az volt, hogy a gyerekeikkel nem töltöttek elég időt. És természetesen az van, hogy amikor mondjuk Győrbe leköltözöm egy két hónapra, vagy Sopronba, vagy Békéscsabára, akkor az nagyon-nagyon sok időt elvesz a gyerekektől, és nem jön vissza ez az idő még egyszer. Éppen abban a korban vannak a gyerekeim, az egyik most fog iskolába menni, a másik pedig most elsős iskolás. Hogy most van már az, hogy már nem annyira az anyai szerepek csak a dominánsak, hanem szükség van arra, hogy rajtam is nézik, hogy csinálom, hogy oldom meg a különböző dolgokat, kérdeznek, hogy mi a véleményem erről, arról, és egyszerűen nagyobb szükség van most nekik rám, mint amennyire a színházi színpadnak van szüksége rám, vagy a közönségnek. Egyszerűen ez erről szól. Most egy pár év biztosan kimarad a színházból. Nem is gondolkoztam most még azon, hogy visszatérjek-e, vagy nem. De akkor még lőjünk egy párat, hát hogyha még jobban belejövök, és utána majd egy kicsit lepihenve még beszélgetünk az élet és a művészeti pályádról. Az élet és irodalom hasábjai. Jó, oké. Ez igen. Erre hatásos antré! Gyönyörű, Verda, micsoda járgány. Kellett némi adrenalin, miután az igyászkodás során egy kicsit lenyugodtunk, tudták koncentrálni mindenre, és ez egy egészen más lélekállapot? Hát jó kérdés. Nem specifikusan az van, hogy még plusz adrenalin kell ahhoz képest, amik egyébként a koncertek, meg ami maga az élet egyébként manapság. Inkább szabadság, mint adrenalin szerint a motorozás. Sokat beszéltél azért a gyerekeidről is, illetve arról, hogy most már mennyire igen, fontos. Ők majd nem motorozhatnak. Igen, mennyire fontos, hogy sok időt töltsd velük, de akkor a motor az pont nem arra van. De mondjuk az íjászkodás, vagy vannak még olyan hobbik, amiben viszont őket is be tudod van? Gyerekkoromban nem legúztam, mert nem voltunk túl tehetősek, és ilyen fa játékaink voltak maximum. És amikor a gyereknek megvettem az első legót, akkor rájöttem, hogy a legó az egy igen-igen jó dolog. Úgyhogy azóta én is egy nagy legómániás vagyok, inkább az ilyen nagy legókat szeretem én is megépíteni. De aztán utána meg rájöttem, hogy az asztalos munka nagyjából az olyan, mint egy felnőtt legó, de én megvan mind a 10 ujjam, ez azt jelenti, hogy még nem vagyok olyan jó asztalos, de két konyhát már igazából felépítettem. Szóval de ugye a hétköznapi dolgokat próbáljuk együtt csinálni. Főzés, legó, motorozni, ha nagyok lesznek, akik nem motorozhatnak, tehát ez... Most jegyezzétek meg, gyerekek! Igen. Ezt a felvételt, ha visszanétek, akkor már most szólt apátok, hogy nem motorozhattok. Én köszönöm szépen, hogy ennyire engedtél bepillantást a saját hétköznapjaidba. Viszont most tényleg leteheted a motoros ruhát, és egy kicsit a zenei érdeklődésed felé fordulunk az asszociációs játékunk keretein belül. Jó. Na, lássuk! Beautiful Day. Ez egy YouTube dal, talán. Legalábbis nekem ez ugrott be elsőnek. It's a beautiful day. A YouTube is egy, számomra egy meghatározó volt. Szerintem pont akkor voltak ők a csúcson, amikor én ilyen 14-5-6 éves lettem. Úgyhogy akkoriban az ment nagyon. Nagyon jó megoldásaik voltak. Sokan nem szeretik a YouTube-t, én szeretem egyébként. Charlie, a G bácsi, ahogyan emlegetjük. Hát tulajdonképpen nekem ő, hogyha azt veszük fél, hogy mondjuk az elmúlt 100 évben voltak a legjobb énekesek Magyarországon, akkor hát mindig a Damien meg a Charlie megy szerintem úgy fej-fej mellett. Az légy, aki van, érez jó magad, és a szerencsésnek érzem magam, hogy vele együtt éltek egy korszakban, és hogy nagyon jól ismerem, és sok időt töltöttünk együtt, sokat voltunk úgy, hogy vagy voltam a koncertjén, vagy előttük léptem fel, és sokszor találkoztunk szakmai munka kapcsán is, nem csak magánemberként is, de annak még jobban örülök, hogy magánemberként is ismerem. Hát ő szerintem a mai élők közül az alfája és az omegája a zenének. Nagyon jó a gondolkodása, nagyon, nagyon szeretem, nagyon jó ember. Semmi cirkusz. A
Somló, igen. Hát vele is sok történetem van, bár egyébként a legtöbb hozzá és a Csárihoz egy időben kötődik, és egy vendéglátóipari egységhez és valamilyen nem idegszén sabmentes ásványvíz fogyasztásához. Ő egy igazán fantasztikus ember volt, minden molekulájában zenész volt, és a következő zene generáció is mindene volt, mindenkivel segítőkész volt, mindenkit, hogyha kérdezett, bárkivel leült, hogy beszélgetni, nem volt olyan, akivel, aki több figyelmet vagy kevesebbet érdemelt volna, tanított minket. Ezek az emberek tanították zenélni ezt az egész generációt, úgyhogy ők csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Tényleg nem csak a zenéjükben, hanem emberileg is mindent köszönhetünk nekik. Miért pont én? Hát miért pont én idok most itt? Igen, elfog az az érzés néha? Igen. Miért pont én? Persze. Egyébként ez vicces, mert édesapám ezt szokta pont mondani édesanyámnak, amikor hát édesanyám úgy van vele, hogy ő... De ez egy Hufnagel Pisti mondata, akkor ezek szerint. Igen, egy kicsit igen, mert hogy édesanyám is sokszor van úgy, hogy egy szegénynek a szívét többször műtötték, ilyen stenteket tettek bele, magas a koleszterinje, és amikor azt szokta neki mondani édesapám, amikor este valami zsírosat eszik, hogy na majd amikor kérdezed, hogy miért pont én, akkor azt fog mondani, hogy na ezért. úgyhogy ez a miért pont én, ez nálunk egy ilyen szállóig a családban. Hát most még jobban majd a szádra veheted ezt a mondatot, ugyanis ez a címe Petruska András dalának, amit neked hoztam, és amit majd fel kell dolgoznotok. Cool. Meg is mutatom. Indul a klipje. Hát miért higgyem úgy, hogy éppen én leszek az, aki jó neked? Az egyik földön jár, a másik szál, más csak várja, mikor repül a kis madár. Én meg csak néha lebegek két lábbal a föld felett, és mondd, ez milyen neked? Miért pont én legyek a jó, én legyek a szép, mikor annyi minden választható még, mindenkinek más, mi épp neki való? Valamint, ha ilyen alternatív is lenne, meg mainstream is, nem tud esti úszba belerakni, de az tök jó egyébként, tehát az a legjobb, hogy nem lehet egy, ami, az akkor nagyon valamilyen, nem egy kaptafa mással, úgyhogy tök jó. Ez jó feladat lesz. Tomi, ez lesz a fő feladat, de azért van itt még tennivaló, méghozzá egy kikérdezd, Andris, de bármiről, amire kíváncsi vagy. Bármiről? Bármiről. Legyen így. Melyik koncerten lettél volna ott a történelemben? Hogy melyik koncerten lettem volna ott a történelemben, ezen pont tegnap gondolkodtam. Ó, nagyon egyszerű, tavaly nagyon sok év után Johnny Mitchell újra színpadra állt, ennek a felvételét hallgattam tegnap, és így azon gondolkodtam, hogy mimet adnám oda, hogy ott lehessek, hogy amikor így előjön a hölgy, így 10-20 év után újra színpadon, az így még MP3-ban is idegrázós, nem hogy ott így élőben ott lenni. Te az a fajta vagy, aki a krumplira teszi a ketchupot, vagy az, aki mellé? Igen. Hát... A majonézt a krumplira, de a ketchupot az mellé. Mi volt a legnagyobb trollkodásod? Azt nem... Hát azért... Vannak itt... Legény búcsúk az én generációmban, vannak itt baráti kis csintevések, tehát ugye ott van a szakma, ugye zenészek egymás között. Egyszer felküldtem úgy a színpadra egy zenészt, hogy ment a gitár tokjával, de abban már nem a gitárja volt, hanem a súlynak megfelelő ásványvizes üvegek. Egyszer nem mondom a nevét a kollégának, mert jól ismeritek. Láttam, hogy nem annyira szeret koncert előtt hangolni, és az egészet lehangoltam egy fél hanggal. De ezeknek egyébként megkapom mindig a visszáját is, tehát hogy ez egy ilyen adok-kapok dolog, és legalább van mit felidézni, és akkor ez volt, ami még itt az adásidőben és a nyomda festékben elfér. Hogy a szívem hangját meghall, kéne egy kis csend, de van hányszor ajtót nyit, még félek ideben. Tomi, ez egy nagyon belevaló verzió lesz, viszont azért azt meg kell hagyni, hogy most elég szűk körben próbálunk mondhatni, egy ilyen demót hallottunk, hogy lesz ez majd zenekarral. Azt mondja, hogy lesz kettő gitár, egy
bőgő és egy dob. És az egyik gitárosunk ő szájharmonikázni is. Hát az úgy menő, igen, igen, igen. És ők most akkor ezek szerint a rockabilly csapatod lesznek. Hát azért te több formációban vagy. Miért pont emellett döntöttél? Azt gondolom, hogy így még nem dolgozták át ezt a dalt. És a saját zenekarommal is gondolkoztunk rajta, hogy hogyan dolgoznánk át. De az nem lett volna annyira merőben más, mint amilyen az eredeti. És a B verzió pedig még az lett volna, hogy valamelyik jazzzenekarra jövök, és akkor 11-en ültünk volna be, az lehet, hogy az meg sok lett volna. És a rockabilly pedig nagyon jól állt ennek a dalnak. És itt az biztos, hogy azért a tempó az megváltozott az eredetihez képest. Jóval gyorsabb, itt a prozódiát még rendbe kell rakni mindenhol. Nem egy koncertdal egyébként, hogy levegőt venni, mennyit lehet így, ugye? Tehát, hogy... A rockabillyben azért ilyenek a dalok, nem? Ott azért darálni kell sokszor. Igen, de azért kevesebb szótagból állnak össze azért általában sorok, tehát hogy azért úgy van, mindig van benne valahol egy olyan rész, ahol lehet csalni, hogy így úgy néz ki, hogyha nagyon nyomna, de közben egyébként meg pihensz. Most a szájharmonika szólónál lesz majd idő pihenni ezek szerint? Igen. Akkor kíváncsian várom, hogy ennek milyen lesz a végeredménye, és hát pláne, hogy milyen lesz majd teljes hangszeres zenekari kísérettel. Várunk titeket a hajón. Így lesz. Hamarosan meghallgathatjuk Petruska Miért pont én című számát Vastag Tamásék előadásában, de előtte jöjjön a dalszövegelemzés. Egyiknek őrangyala van, másiknak ördöge. Ha legelőször elolvastam a dalszöveget, akkor József Attila Két hexameter című kis rövid versétől teszem be, hogy miért legyek tisztességes, kiterítenek úgyis, miért legyek tisztességes, kiterítenek úgyis a szerzőnek a vívódása az életben való dolgokkal kapcsolatban. Annyiban módosult talán ebben a dalszövegben, hogy nem csak az önmaga által jónak vagy rossznak vélt, erkölcsileg jónak vagy rossznak vélt dolgokban való vívódással küzd, hanem talán azzal is, hogy van, akinek nagyobb szerencséje van az életben, van, akinek kisebb szerencséje van az életben, és hogy ez ebben hol van vajon a tisztesség vagy az igazságosság, tehát egy ilyen keresést érzek én ebben a szövegben. Az egyik nagyon okos, másik csak szép neked. Adta magát egy ilyen mondókaszerű történet, kicsit ilyen elgétésen is, hogy ő ilyen, ő meg amolyan, én ilyen, te olyan, és akkor ehhez képest hol az igazság. És így jött ez a tényleg ilyen formai gyakorlatból is így született meg ez a dal. Ugye közösen írtuk Babarczi Bulcsúval. Az egyik falakat húzna, másik falat döntene. Más csak kisebb-nagyobb falat között döntene. Nagyon tetszik, és ez Bulcsú, hogy valaki lebontaná a falakat, valaki viszont a biztonsága érdekében falakat húz maga köré. És ezt annyira imádom Bulcsúban, hogy kisebb-nagyobb falat között döntene. Miért pont én legyek a jó, én legyek a szép? Önmagában megálló igazság mellett egyáltalán hogy tudom elkötelezni magamat, főleg a 21. században, hogy mi az, aminek bizalmat, vagy mi az, amit magamévá tudok tenni igazán kétségek nélkül. Pont miért pont én legyek neked a jó? Csak a dalszöveg alapján egy nyilván egy kétkedő kérdéseket megfogalmazó embert ismerkedtem meg, ami egy jó dolog, mert az ember inkább tegyen fel kérdéseket, nem véletlenül van a miért korszaka a fejlődésünknek, mintsem az, hogy csak olyan vakon kövessünk szabályokat, azáltal fejlődni nyilván nem tudunk. Egyiket végighallgatod, másikat megveszed, vagy az internetről ingyen is letöltheted. Ezt érintjük, hogy hányféleképpen lehet igaza az embernek, és akkor jön maga a zenefogyasztás, hogy végighallgatod az egyiket, a másikat megveszed, a harmadikat streamelheted, lehet, hogy erre rímrem, a kicserélném már, és hogy miért így ilyen úgy, hogy majd pont az én zeném lesz a jó neked, és igazából ekkora zajban, ami körbevesz minket, igazából a mai napig ilyen teljesen csodaként élem meg, hogy valakinek egyáltalán számít az én zeném, hát annyi mindent lehetne hallgatni, és majd pont ez a dal lesz abból a sok millióból, ami ad, és van néhány ilyen ember a világban, és ez már önmagában óriási. Egy jó vers, és hát, hogyha azt mondjuk, hogy egy dal az olyan, mint egy versszöveg, akkor az attól jó, hogyha aki elolvassa, az a problémával, ami benne felvetődik, az azonosulni tud. Úgyhogy ennek függvényében egyébként nekem könnyen tudtam azonosulni, azon, hogy ahogyan blúzosabbá tettük a dalt és alakítottunk rajta, hogy a prozódián kellett változtatni az igényelt olyat, hogy egy-két szótől megszabaduljunk. Neked a jó! Egyszer egy barátom rámutatott, hogy Andris, a te dalaidból hiányzik az állítmány. És ez valójában egy törekvés igazából, hogy
hogy noha van egy csomó személyes indítatás, próbálok indirekt lenni. És sokszor én magam sem tudom utólag már eldönteni, hogy ez most egy szerelmes dal, vagy valami társadalmi dologról szól, és én ezt szeretem. Most, hogy alaposan kielemeztük a Miért pont én című szám dalszövegét, hallgassuk is meg Vastag Tomi őrült cirkusz előadásában. Ízig-vérig rockabilly, ezt kaptuk Tomiéktól, köszönjük szépen, és hát ez a stílus azért tőled sem áll távol, Andris. Mit gondoltál így a saját dalodról ebben az előadásmódban? Fú, hát nagyon köszi, meg így térek magamhoz. Ez egy nagyon nagy meglepetés volt, főleg, hogy Tomi mellett itt vannak Tom White-ék is. Volt egy ilyen titkos vágyam, hogy jó bátran nyúljon bele majd az a dalomba, aki majd dolgozik ezen. Vitt magával az egész, és ami nagyon tetszett, hogy a prozódiát, ez egy nagyon sűrű prozódia, és tök jól igazítottátok a stílushoz. Szívem szerint így visszatapsolnám, és így még egyszer majd az adásban visszanézem jó sokszor. Nagyon, nagyon jól esik ez, és nagyon, nagyon jó ez a kombináció, hogy ti itt együtt zenéltek. Úgyhogy köszönöm, hogy írhattam nektek egy dalt. Viszont Andris, te is feldolgoztad már a saját számodat, egy kicsit elektronikusabb verzióba, ezt a Miért pont én című számot, de akkor nem gondolkodtál el azon, hogy akár te is elvéd egy ilyen rockabilly irányba? Fú, még nem gondolkodtam el ezen. Bevallom, hogy az önfeldolgozás azért született, most már az is jó pár éves, mert valahogy ez a dal, amikor készült, akkor hagyott bennem hiányérzetet. Valahogy azt éreztem, hogy ebbe több van. És nem a legjobb barátom a repertoárból ez a dal,
viszont mástól hallani más stílusban tök jól működik. Tomi, ti azért nagyon sok külföldi előadó számát játszátok. Ezt el tudnátok képzelni, hogy a repertoárba beillesztitek? Vagy azért ez kicsit kilógna onnan? Nem, pont azon rögtünk a próbán szerintem, hogy alapvetően teljes mértékben beleillik a koncert repertoárunkba, úgyhogy nem látom annak akadályát, hogy ez egyébként koncerteken megszóljon ezen túl is. És neked is jó lesz, mert majd az Artisziuson látni fogod, hány koncertünk volt. Na hát addig várjuk, hogy akkor így ebben a formában tovább éljen majd ez a szám. Tomi, srácok, köszönjük szépen nektek az előadást. Andris, neked is köszönjük szépen, hogy eljöttél és értékeltél. Köszönöm az élményt. Az Adom a dalod mai adásának ezzel a végére értünk, de jövő héten újabb szemet fűzünk majd a zenei láncolatunkba, amikor Vastag Tomi adja tovább egy saját dalát. Ezt a számot nem sokára ti is meghallgathatjátok, de hogy ki lesz az, aki feldolgozza, az ugye bár csak egy hét múlva derül ki. Addig is kövessetek minket extra tartalmakért a Petőfi TV online felületein, megtaláltok minket a Facebookon és az Instagramon is, a YouTube csatornánkon pedig az Adom a dalod eddigi összes epizódját újra megtekinthetitek. Most mi Vastag Tomi egyik dalával búcsúzunk tőletek, szép estét, sziasztok! We'll be right back.